Üdvözlöm Önöket, Keresztesi Andrea vagyok, az Önök házigazdája ebben a sorozatban, amikor részről részre közösen fedezzük fel a magyarországi Hajdú-Bihar, illetve a romániai Bihar megye egy-egy települését. Ezúttal felfedező utunkat Bihar megyében kezdjük, méghozzá itt Szalacson. És miért? Azért, mert egy hete volt Márton napja. A hagyomány úgy tartja, hogy ilyenkor az új bor már kifor, a mustból bor lesz, és lehet jönni kóstolgatni. Itt Szalacson több mint 1000 pince várja a borbarátokat. A pincék szinte szabályos utcarendszert alkotnak. A legrégebbi pince 1803-ban épült. Az újbor kóstolását, ezt a kellemes tradíciót a mai fiatalok is megőrzik. Köszönjük szépen! Egészségetekre! Például Bianca. Ez az úgynevezett szalacsireska. Ez a reska. Ez a reska. Ez jön ki majd az orrba. Igen. Jó. Ez egy szalacsi reska. Hát akkor most teszelem a reska. Igen. Apukám tudja. Apukám tudja, hát. Tisztában van az ilyen dolgokkal. A bor kóstolgatása mellett ismerkedjünk meg a település múltjával is. Szalacs szláv eredetű neve sólerapodó helyet jelent, ami a település sókereskedelemben játszott szerepét erősíti. A 12. században földművesekre volt szükség, így a királyi ispánság német hospeszeket telepített ide. Maga a hospesz elnevezés vendéget jelent, olyan szabad idegent, aki letelepedni vállalkozott, ezért egyrészt védelemben, másrészt szabadságokban részesült. A reformáció térhódításával együtt a helyi oktatás is megjelent Szalacson. A református iskolai rektor volt a tanító, a harangozó, a kántor és a jegyző is egy személyben. Betértünk az egyik pincébe, és itt vagyunk Horváth Bélánál, aki szívélyesen fogadott minket. Béla, milyen az új bor? Kóstoltad-e már? Persze, megkóstoltam volna. Ezt csak Márton nap után kóstoljátok, vagy közben is kell azért? Közben is. Milyen gyakorta? Hát nagy penészes legyik véletlenül a horda, és elromoljon az egész bor. Igen, itt azért úgy vettem észre, hogy itt a boros pincéknél könnyen el lehet abba tévedni, hogy hát itt is kóstolunk, egy kicsit ott is kóstolunk, mindenhol jó szívvel látják az embert. Mindenhol jó szívek az emberek, adakozók adják, mindenki megkínál, mindenkit, ahogy van. És akkor így egymás közt is itt helyben szokták egymást vendégül látni, hogy kóstolják a boromat. Persze, barátok meg így összeülnek, régebben még jobban, akkor barátok négyen, öten összeültek a pincébe, széket ottan töltötték. Sorba jött egyik. Az asszonyok ott volt. Az asszonyok nem járnak pincébe manapság sem? Az asszonyok nem járnak a pincébe manapság sem. Megszállt. Esetleg, hogyha muszáj felmenjenek pityókáért, krumpliért vagy... De azért kapálni zöldség, segítenek ott. A zöldséget azt a pincébe tartsák itt mindenki. Jó, hát szerintem kóstolhatunk is most már lassan, annyit beszéltünk róla. Majd itt van egy hatalmas hordó mellettünk. Ez mekkora? Ez a ez hordó. Ez 600 literes. Vagy ebben ez már van hozott is? Ebben nincsen hozott. Hát akkor kocsítunk. A bor mindig is nagy érték volt, ezért a borászok trükkös zárral védték a pincéjüket. Vas zárfaros téjjal csak eztet ki kell nyissuk, hogy a kulcsot be tudjuk tenni. Eztet fel kell üssük, és aztán tudjuk betenni a kulcsot csak a zárba. Hát ez még viszonylag könnyen megy, fel kell ütni valahogy ezt a benyitót. Igen, de mind a két oldalat van, és ki tudja, melyiket lehet, aki nem tudja eztet ütni, amelyik nem mozog. Az Érmellékre jellemző teraszos építkezési mód emlékét már csak ez a tájházként látogatható zsellérház őrzi. A hivatlan látogatók ellen a székészítő műhelyt is trükközzárral védték. De most zárni akartam. Kifele. Hát egy be van zárva. Már be? Be. Jó, kifele. És most nyitom ki. Igen. Igen. Megfeszítem. És... Igen, és úgy. És kinyitom. És ezzel a kezemben még mindig nem csináltam semmit, ezzel benyomom az ajtót. Hát, némi bor után... Itt Szalacson egy házi kenyeret fogunk készíteni, igazi házi kemencében, mert hogy itt a háznál van kemence, és itt vagyunk Sárikáék házánál, aki a helyi segítőm. Sárika,
hogyan kezdjünk neki a kenyérnek, amikor az ember azt gondolja, hogy van otthon egy kemencéje, vagy van valami szándéka legalább, hogy neki induljon egy kenyérsütésnek. Na hát először is, itt van a megszitált liszt, ezt légy szíves, borítsd oda bele. Az egészet? Hát nem az egészet, egy kicsit hagyjál belőle. Jó, amiből és csak így bele? Abba a felébe? Abba a felébe. Miért? Ez fontos, hogy melyik felébe megy? Hát nem annyira fontos, de így szoktam meg. Az előző napon már elkészítettük a kovászt. Lisztet, élesztőt, hiában főtt, majd lereszelt krumplit és langyos vizet kevertünk össze hozzá. Az éjszakai pihentetés után hozzáöntjük a liszthez. Régen mindig a tésztából vettem egy darabot. Az előző kenyérnek, A tésztájából, igen, és akkor azt liszttel felsúroltam, megszárítottam, és mielőtt akartam kenyeret sütni, beáztattam, úgy mondják morzsóka. És akkor a morzsóka, akkor gyakorlatilag egyszer kellett egy morzsókát összehozni, igen, az embernek. Igen, igen. Az elején és is mindig volt belőle. Igen, és nem feltétlenül volt szükséges élesztő. Nagyon fontos az alapos kidolgozás, vagyis a dagasztás, ugyanis az a célunk, hogy minél több levegő kerüljön a tésztába. Ez az élesztővel együtt lazítja a tésztánkat. Fokozatosan langyos vizet adagolunk hozzá. Addig dagasztunk, amíg hólyagos nem lesz a tészta, és már kezd leválni a kezünkről és a teknőfaláról. Kemény fizikai munka ez, de megéri, mert ez a kenyér akár 2 hétig is eláll. Nyáron úgy tudjuk tartósabbá tenni, hogy egy kevés ecetet is adunk a tésztához. Dagasztás után konyharuhával letakarva, melegen tartva keresztjük. Szóval nagyjából egy óra telt el, megkelt a tésztánk, úgyhogy ha már megnyomjuk, akkor most már olyan, mintha egy nagy paplan lenne itt mellettünk. Mennyit kell ebből szakajtani? Vagy ezt hát attól függ, hogy melyikből mekkorát akarunk. Vannak kisebb méretűek, nagyobb méretűek, mondjuk ebbe a kosarakba, ebbe olyan körülbelül 4-5 kilós kenyeret fogunk sütni. Jó, akkor 4-5 kilós lesz egy darab, akkor igen, az szép darab lesz, ez egy hétre is elég lesz. Hát attól függ, hogy mekkora a család és hány vendég érkezik közbe. A kenyér méretének megfelelő darabokat szakajtunk, majd a folyamatosan lisztezett teknőben cipókat formázunk. A cipókat lisztezett kendővel bélelt kosarakba vagy zsíros falu edényekbe tesszük. Ez alatt felfűtjük a kemencét. Szalacs környékén hagyományosan kukoricaszárral, vagy ahogy itt mondják, csutka ízikkel fűtik be azt. Amikor az utolsó parazsat is félrehúzzuk, jöhetnek is a kenyerek. Elkészült a kenyerünk, kivettük a kemencéből, és hát szép nagy lett, ekkorának kell lennie. Jól dolgoztunk? Hát igen, én remélem, hogy jól dolgoztunk. Hát egy kicsit megpirult, de azt szépen leverjük, és aztán megkóstoljuk. Jó, oké, csak így ezt a késsel. Ezt így a késsel, így szépen lepasmagolom róla. Nézd, milyen szépen lejön. Kicsit erősen. Azt hiszem, hogy egy ilyen kenyérnek a készítése komoly izompróba, erőpróba, és nagyon meg kell dolgozni azért, hogy az ember egy friss, egészséges, jó, és csodálatos házi kenyeret készítsen. Azt hiszem az újborra ez nagyon jól fog esni. Biztos. Hát még gyúrok, azt hiszem majd arra, hogy ilyen jól tudjak majd gyúrni. Köszönöm szépen. Hát meghívlak máskor is. Köszönöm. Jövök is. Jó. A falu központjában magasodik a református templom, amely 1798 és 1802 között nyerte el a mai formáját. A szemben álló barokk stílusú katolikus templom főoltárán a boldogságos szűz látható. Oltárképeit Mezei Lajos nagyváradi festőművész 1879-ben készítette. Szerencsénk volt, mert látogatásunkkor a vasárnapi iskola film délutánjára is bekukkanthattunk. Ez a tisztító tüzelő. Szalacson áll a hortobágyi 9-lyukú híd kistestvére, a 4-lyukú, amely alatt valamikor az Érvize folyt. És mi lehetne más az esti programunk, mint a szalacsi nótakör fellépése.
Bihar megyei szalacsról utunk Hajdú-Bihar megye északnyugati csücskébe, Polgárra vezetett. A 8000 fős város könnyen megközelíthető, hiszen közvetlen mellette halad el az M3-as autópálya. Hol máshol lehetne a leginkább megismerni egy települést, mint a helytörténeti kiállításon. Itt vagyunk Polgáron, és Józsi bácsi, ön az, aki gyakorlatilag Polgárnak a nagy tudósa, hiszen több könyvet is írt Polgárról az elmúlt időszakban. Miért Polgár? Honnan jött a név egyáltalán? Hát én először iskolába jártam, Molnár tanító úrhoz. Ő mint ilyen jogtan foglalkozott el, és ő mesélte, ő úgy, hogy valamikor Pilkár, Pulkár, Tiszapolgár, és úgy lett Polgár. És honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy elkezdje kutatni a történetét és könyveket hát írjon? Hát ott kezdődött a dolog, hogy én a házhelyén egy nagyon szegény családban születtem. Józsi bácsi édesapja napszámos volt, aki jó szervezőkészsége folytán aratógazda lett. A háború előtti Polgáron az iparosoknak, a kereskedőknek, a gazdáknak és a szegény földműveseknek is volt saját kulturális közössége. A földművelő népkör alelnökévé Józsi bácsi édesapját választották meg. A fiait tanítatta, így ő már 13 évesen kereskedőinasnak szegődött. Életpályáján átsejlik a történelem. Volt vaskereskedő, katona, hadifogoly Angliában, élelmiszerboltban eladó, műszaki boltban üzletvezető és családapa. Mindenhol megállta a helyét. Évtizedek óta kutatja Polgár múltját. A helytörténeti kiállítás berendezéséhez sok segítséget nyújtott. És hogyha képzeletben most elindulnánk itt Polgár belvárosában, mi az, amit ajánlana annak, aki ide téved, hogy megnézze? Hát így Polgáromnak a legnevezetesebb rész a Kálvária. A település legrégebbi építménye a központban található dombon álló, barokk stílusú Kálvária kápolna, melyet az 1769-es pusztító járvány után emeltek. A Kálvária dombon látható még a 12 stáció és a Golgota 3 keresztje. És itt a belvárosban? Hát gyönyörűség templomunkon 1856-ban adták át ezt a templomot. A Barankovics téren lévő római katolikus templomot Hild József tervei alapján késő klasszicista stílusban építették. A templom freskóit Kákonyi Asztrik készítette 1970-ben. A templomkertben Somogyi Sándor 1925-ben avatott első világháborús emlékművel látható. A hagyományőrzés másik szép példáját a polgári huszárbandérium mutatja be. Van a huszárcsizma, van egy nadrág. Ez fontos, mert általában 48-as huszároknak egyszínű volt az Attila mentével a nadrág is. Minden a ló szeretetével kezdődött, aztán jött a viselet. A monarchiakori huszárruhát eredeti leírások alapján varratták Polgáron. Van egy Attila, ami a csatákban meg a harcokban nagyon fontos volt, az a mente. És a mente azt szolgálta, hogy a bal kézzel fogta a huszára lovaglószárat, jobb kézzel kardozott, védte magát, és a mente egy kardvágásokkal ellenében bármibe, ilyesmire tudta védeni azt a kezet, ami gyakorlatilag védtelen lett volna, és akkor a zsinózat, ez megint elősegítette azt, hogy a kardvágásokat felfogta. A csákó a monarchiában már kisebb méretű, hiszen a huszárokat könnyű lovasságként állították hadrendbe. Murvai Zsolt főhadnagyi rangjához diszkard is dukál. Megnézhetjük azt? Nem. Nem lehet? Nem. Mert? Mert hát vagy takarítás céljából, vagy ölés céljából húzt elő egy huszárakarját. Advent idején jártunk Polgáron, így bekukkantottunk a templomba is, ahol a gyerekek éppen a Mikulás ünnepségre készültek. Megéheztünk, így kimentünk a régészeti pihenőparkba egy tradicionális ételt készíteni, úgy, ahogyan itt Polgáron szokták.
Itt a tél és ilyenkor a disznóvágások ideje is, ehhez kapcsolódik, hogy a karácsonyi készülődésnek elmaradhatatlan kelléke, a töltött káposzta. Ahány ház annyi szokás, most polgári módra fogjuk ezt elkészíteni, méghozzá itt a Nomád étteremben, az M3 Archeo Parkban Imrével. Imre, a polgári töltött káposzta miben különbözik a többitől? Hát a polgári töltött káposzta annyiban különbözik a többitől, hogy gerslivel, árpagyöngyel készítjük, só, borssal és egy pici fokhagymával ízesítjük. Itt más nem raknak ezen a környéken a töltött káposztába. És ez nem borssal, lesz paradicsomos? Ez nem lesz paradicsomos. Apró káposzta lesz alatta, most kivételesen édes káposzta lesz a levél. Apró káposztával fogjuk savanyítani egy picit, és úgy főzzük majd meg. Fél kiló darált húshoz öddek a gerslit, azaz árpagyöngyöt, sót, borsot, piros paprikát és fokhagymát adunk. Olvasztott szalonna zsírjával meglocsoljuk, majd az így összeállt masszát alaposan összekeverjük. Ezt a házi asszonyok kézzel gyúrják, hát én most meg fogom ezt egyébként kóstolni, hogy elég fűszerese. Nem nyúlok bele, de hát sósnak elég sós. Szerintem jó lesz. Jó. És egyébként a gerslivel valamit kell jobban odafigyelni, mint a rizssel. Azt hiszem, azt hát talán tovább fő, nem? Így van. Több ideig kell főzni egyébként. Majd föltesszük, minél hamarabb megpróbáljuk felfőzni, és aztán lassú tűzön fogjuk, inkább dúsztoljuk ezt a töltött káposztát. Uh-huh. Jó. Tojást nem is rakunk akkor, nem bele, is hogy összekap. Isten ments. Mert a tojástól nagyon megkeményedik a töltött káposzta, lehet főzni nagyon sokáig, és ő mindig kemény marad, mindig kemény lesz. Pedig sokan raknak bele tojást. Hát, szerintem hibát követnek el. Jó, na akkor legalább valami jó tippet adtunk nekik, hogy többieknek hátha tojás nélkül is lehet ezt. Az előzőleg megabált káposzta leveleket lekacsoljuk, azaz levágjuk a keményebb szárát. Az abáláshoz a vízbe sót és ecetet teszünk, és a káposzta levelekkel együtt a vizet felforraljuk. A savanyú káposztát átmossuk, de csak annyira, hogy megmaradjon az íze. Az így előkészített káposztával megágyazunk a töltelékeknek. Behagyjuk az egyik oldalát. Eltekerjük. A hús fele kiesett. Azt félretesszük. Ami kiesett, azt pótolni fogjuk. Hát remélem, hogy majd ez a levél ki fogja bírni. Hát ilyesmi nagy káposztákat szoktok erre felé tölteni. A töltött káposzta leveleket be is takarjuk. Apró káposztát helyezünk rájuk, majd főzés előtt még kevés sóval és borssal is ízesítjük. Ez csak azért, mert hogy ne legyen ízetlen a lé. Hogy ami, ha nem ízesítünk egy picit, akkor a káposzta belsejéből kifőnek az ízek, és ebben a lébe benne marad. Jó. És akkor így megmarad a tölteléknek az íze is, meg a gyakorlatilag, mint egy kéreggel így lenyomjuk azt, hogy a sóval, borssal, így ezt rárakjuk. És főzés előtt megpróbálok egy olyan méretű tányért keríteni, amivel le tudom súlyozni. Aha, hogy ez még egy kicsit jobban lesz. Le kell súlyozni azért, hogy ne nyíljanak szét a töltelékek. A tányérra öntjük a vizet, ügyelve arra, hogy a káposztánkat is ellepje. Megfőzünk egy tányért is vele. Jó. Most ezt még lehet tovább fejleszteni, ezt a fajta súlyozást, mert most nem sokat főzünk, de ha sokkal többet főznénk, akkor erre még plusz nehezéket tennénk, mondjuk egy ilyen kis lábas televízzel. Ja, aha, hogy az még az azt még úgy kell, igen, ez már nem bír többet, mert nem tudok rátenni több súlyt, bár tennék legszívesebben. Aha, hogyha nem teljesen, akkor a tányér, mint az edény, az sem probléma, mert akkor úgy csak mellé csorog a víz, de ugyanúgy azért a súlyát, hogyha hozza, az a lényeg, hogy nehéz legyen. Főzünk. Így van, az a lényege. Az a lényeg, hogy az első 15-20 percben a káposzta ne kezdjen el megnőni. Fedő alatt 40 percig főzzük. Eltelt 40 perc, és most már igen látható, és most már érezhető is, hogy ez a káposzta most már egészen jó lesz. Mit teszünk? Levesszük, gondolom, most már a nehezéket. A fedőt, és kivesszük a nehezéket belőle. Így van. Hát most már elég jó a színe is. És ezt fogjuk habarni, vagy rántani? Nem fogjuk sűríteni ezt. Semmivel, hanem majd csak a végén rakunk rá tejfölt tálaláskor. Tálaláskor teszünk az asztalra tejfölt, és aki kér, tesz rá, aki nem tesz. Így akkor is lehet rakni. Hosszabb időre is akár a hűtőbe. Nem fog megromlani.
az illata jó. Ennyi fért bele a Kapocs mostani adásába, szalacsot is beborongoltuk Mártonnapkor, Polgárra pedig ellátogattunk itt az adventi ünnepek közepette, ettünk ittunk mindenféle földi jót. Legközelebb Hajdú-Bihar, illetve Bihar megye újabb egy-egy települését fedezzük fel, akkor is tartsanak velünk! A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.